A bűvös asztalka. Réges-régen egy roskatag tengerparti városkában élt egyszer három édes testvér, Jack, Leo és Clarence. Ma szép busás összeget szedtünk össze, nem de? Jaj, ne is említsd, majd beszakad a hátam a sok evezéstől, nem nekem való a halászat. De sajnos nincs más, amivel pénzt kereshetnénk, ha csak el nem költözünk. Fiúk, oda nézzetek! Tessék, jó uram! Jack! Isten áldjon! A fivérek tovább sétáltak a romos épületek között, melyekben szegény emberek laktak. Köszönöm, Henry! Csodásan fest! Apjuk Henry kiváló szabómester és jószívű ember volt. Apánk jó sok pénzt keres. És mi is. Több is volt, csak hát... Nem kell magyarázkodnotok. Gyertek, vacsorázzunk meg. Apám, túl keményen dolgozol, többet kéne pihenned. Ha a kezem bírja a munkát, akkor a tűm is. Aj, apám, muszáj jobb munkát találnunk. De ahhoz el kell mennünk itthonról, itt nehéz boldogulni. Csak így tudunk jó életet teremteni magunknak. Ti aztán tényleg felnőttetek, fiaim. Ha ez súgja a szívetek, tegyetek így. Menjetek, hadd legyek büszke rátok. Másnap aztán a fiúk búcsút intettek apjuknak, és külön-külön útnak indultak. Jack egy nagy birodalomban kötött ki. Itt biztos találok valami jó munkát. Egy ácsműhely. Érdekesnek tűnik. Jack tanoncnak állt a helyi ácsnál, és nagyon serényen dolgozott. El se hiszem, hogy egy egész tetőt megépítettem. Ma megtanítottalak bútort faragni. Hűha! Ahogy teltek a hónapok, Jackből kiváló ácsmester lett, és úgy döntött, hazatér. Jack, gyere velem! Ez meg mi? Egy fadarab. Terülj, asztalkám! Jack szeme láttára a fadarab gyönyörű asztalkává változott, amely csak úgy roskadozott a finomságoktól. Ez egy bűvös asztalka. Becsületes munka jutalmat érdemel, én pedig ezt adom neked búcsúzóul. Ha végeztél, mondd, hogy csukódj össze, asztalkám! Köszönöm! Nagyon hálás vagyok érte. Ezt örömmel hallom. Jack fogta a fadarabot és elindult hazafelé. Útközben aztán betért egy fogadóba. De éhes vagyok. Úgy látom, nincs üres asztal. Jack ekkor a sarokban megpillantott egy szegény családot. Figyelme a kislányra terelődött, aki epekedve nézte a többi vendég tányérját. Egy éjszakára. Fogadós, kik azok az emberek? Azok. Ők is egy éjszakára jöttek, akár csak maga. De ételre már nem jutott pénzük, csak a szállásra. Jacknek megesett rajtuk a szíve, így elővette asztalkáját. Terülj, asztalkám! A finomságok torroskadozó asztal azonnal ott is termett. A család nagy ámulatára. Hát ez... A fogadós mindent elmondott. Kérem, egyenek kedvükre! Köszönjük, uram! Szóra sem érdemes. Kérem, egyenek! A falatozás után Jack elmormolta a varázsigét, az asztalka pedig visszaváltozott fadarabbá. A fogadós rögtön kiszúrta. Milyen különleges ez a tárgy! Meg kell szereznem, mielőtt az úr elmenne. Aznap éjjel, amikor mindenki már az igazak álmát aludta, a fogadós belopózott Jack szobájába, és a bűvös asztalt egy egyszerű fadarabra cserélte. Másnap
reggel, aztán Jack mit sem sejtve felkapta a fadarabot és tovább indult. Apám nagyon fog örülni, ha meglátja. Már majdnem otthon vagyok. Henry tárt karokkal fogadta fiát, aki rögtön meg is mutatta a bűvös asztalkát. Fiam, ez az asztal kisé alacsony, nem gondolod? Haha, na várj csak! Terülj, terülj, asztalkám! Mit szólnál, ha egy kicsit... Így most már asztal. Nem, ez még nem asztal. Át kellene változnia. A megdöbbent Jack egymás után ismételgette a varázsigét, ám hiába. Hamarosan feladta. Eközben egy messzi helyen Leo egy malomban dolgozott. Jackhez hasonlóan ő is nagyon szorgosan. Úgy hallom, hamarosan elmész. Sajnálom, hogy itt hagysz minket. Rengeteget tanultam öntől és a földművesektől is. Hálám örökké üldöz majd. Jó szívű legény vagy, szeretnék adni valamit. A molnár ekkor egy elkerített istállóba vezette, ahol egyetlen szamarát tartotta. Milyen más ez az istálló, mint a többi? Azért, mert ez a szamár sem akármilyen. Igás állatnak nem alkalmas, egy valamiben viszont jó. Adja aranyat! A szamár megrázta a fejét, mire aranytallérok kezdtek záporozni a földre. Leo alig hitt a szemének. A mindenit! Ez mind arany! Bizony, te keményebben dolgoztál, mint itt bárki, és szeretném viszonozni. Ó, ez bizony nagy segítség lesz a családomnak. Köszönöm. Leo összeszedte holmiát, majd egyik kezében a szamárral el is indult hazafelé. Ő is elhaladt a fogadó mellett, és úgy döntött, megpihen. Kikötöztetem a szamarát. Nem, köszönöm. Majd én magam kötözöm ki. Különös. Biztos nagyon szereti a szamarát. Aznap este vacsora után Leo rádöbbent, hogy elfogyott a pénze. Kell még tallér. Egy kicsit elviszem ezt. A fogadós elképedve nézte, amint Leo elsétált az asztalterítővel. Miben mesterkedik? Leo elindult az istállókhoz, ám nem is sejtette, hogy követik. Íni, adj aranyat! A szamár megrázta magát, és azon nyomban aranytallérok kezdtek potyogni a terítőre. A mindenit, micsoda varázslatos jószág, meg kell szereznem. A fogadós aznap éjjel kicserélte Leo varázsszamarát egy hétköznapi jószágra. Most dús gazdag leszek. Amikor megvirradt, Leo tovább is indult, ám immár nem a varázsszamárral. Apám bizony nagyon fog örülni neked. Leo kisvártatva haza is ért, és édesapja karjába borult. Apám, hazatértem! Ó, bizony, látom. Szervusz, bátyám, mi a baj? Szervusz, semmi. Na mindegy, apám! Nézd csak, mit hoztam! Leo mesélt apjának a varázsszamáról. Ő azonban kételkedve nézett rá. Szerintem ti bolondá akartok tenni, fiúk. Micsoda? Miért? Na vár csak, bebizonyítom. Adj aranyat! Adj aranyat! Hát, a szamarad bizony nagyon... aranyosnak tűnik. Nem! Nem! Aranytallérokat kéne fakasztania! Leo elkeseredetten nézte a szamarat, és nem értette, mi történhetett. A harmadik fiú, Clarence, egy hegedűkészítőnél dolgozott a városban. Szerintem ez már jó. Hadd próbáljam ki. Gyönyörű, Clarence, pedig csak pár hónapja vagy nálam. El sem hiszem, hogy már is mész. Jól éreztem itt magam, de haza kell mennem a családomhoz. Várj meg itt! Ez meg mi? Tessék, ezt neked adom. Mondd, hogy játsz hegedűm. Rendben, játsz hegedűm.
hűha! Most mondd, hogy visíts, hegedűm! Visíts, hegedűm! Elég, hegedűm! Ez csodálatos ajándék! Ezzel a hegedűvel könnyen előzhetsz bárkit, aki csak bánt. Értem, valóban hasznos ajándék. Köszönöm, nagy becsben tartom majd. Így hát, Clarence is elindult hazafelé. Bátyai azonban levelet írtak Clarence-nek, melyben elmesélték, mi történt velük a fogadóban. Ez lesz a fogadó. Már tudom is, hogy mit tegyek. Vacsora közben Clarence a többi vendég között ült, és a kalandjairól mesélt olyan hangosan, hogy a fogadós is meghallja. Tudjátok, rengeteg varázslatos tárgyra leltem már az utam során. Bűvös asztalokra, aranyatontó állatokra, meg hasonlókra. De ezek gyakoriak, a zsákomban viszont hihetetlen tárgy lapul. Egy igazi ritkaság. A fogadós nem győzte hegyezni a fülét. Harmadszor is rám mosolyog a szerencse, és talán ez a tárgy lesz a legértékesebb. Aznap éjjel a fogadós újra szerencsét próbált. Hol az? Megvan. Gyere már! Visíts, hegedűm! A hegedű ekkor kireppent a zsákból, és fülsüketítő dallamot kezdett játszani. Jaj, ne! Ne! Hagyd abba, jaj! Clarence mosolyogva nézte a jajveszékelő fogadóst. Végül aztán... Elég, hegedűm! A zaj elhallgatott. Ezt meg miért? Add vissza rögtön az aranyat adó szamarat és a bűvös asztalkát! Mi? Soha! Akkor viszont... Ne! Rendben, legyőztél! Visszaadom mindet! Csak hadd ne kelljen ezt a zajt hallgatnom! Szervusztok! Az asztalkám! A szamaram! Ti is hiányoztatok? Üdv újra itthon, fiam! Örülök, hogy legalább egy valaki szeret. Apám, nézd, mit hoztam! Kitalálom, egy varázszsákot? Varázs hegedűt pontosabban. Gyere, megmutatom! Játsz, hegedűm! A hegedű varázslatos dallamot kezdett játszani, Henry nagy ámulatára. Jack és Leo is megmutatta ajándékát. Itt Henry végre hitt nekik. No csak, nem hittem volna, hogy igaz lehet. Sajnálom, hogy eddig nem hittem nektek, fiaim. Semmi baj, apám. Szerencsére Clarence megmentett minket. És most már végre pihenhetsz. A fivérek ezután kicsinosították otthonukat. Újonnan szerzett mesterségükkel az egész várost felvirágoztatták. Leo átvette a város pénzügyeit, és segített a szegényeken. Veszek nektek hajókat, hogy jobban menjen a halászat. Jack sorra helyre hozta a város épületeit. Ez megteszi. Köszönöm, Jack! Clarence pedig a királyi udvarok kedvelt muzsikusa lett. Tehetségét azonban szívesen használta mások megörvendeztetésére is. De jó! Micsoda mozgalmas nap! Jack, siessen halok! Mindig a legkisebb a legkövetelőzőbb. Nekem is kiukad a gyomrom. Jól van! Terülj, terülj, asztalkám!
Ezt sosem fogom megszokni, fiaim. Nálam most nincs is büszkébb apa a világon. Henry valóban büszke volt. A három fivér megtanulta a kedvesség, a becsület és a kitartás erényét. Az életben ugyanis csakis ilyen erényekkel lehet a legjobban boldogulni.